Kárenyhítés. 22 ezer termelő részesül több mint 50 milliárd forint juttatásban. Közelgő programkavalkád. Nyitnak a Békéscsabai kulturális intézmények. Volt képük hozzá. Rangos elismerést nyertek a Szegya fotós diákjai. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A kormány továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. Gulyás Gergely kitért rá, hogy fegyverszállításokban nem veszünk részt, ugyanakkor a tagállami védelmi képesség erősítésében igen. Hozzátette, a NATO részeként Magyarország teljesíti a kötelezettségeit, de csak védelmi céllal. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelen pillanatban egy közös uniós lőszerbeszerzésről tárgyalnak. Ez csoportos megrendelés lenne egy 7 éves időszakra. Magyarország ebben részt vesz, de külföldre továbbra sem kíván életkioltására alkalmas eszközöket küldeni. Magyarország tehát továbbra sem szeretne belekeveredni a háborúba, továbbra is biztosak vagyunk abban, hogy az a helyes magatartás, hogyha minden támogatást humanitárius eszközökkel megadunk Ukrajnának és Kárpátaljának, segítjük a kárpátaljai magyarságot, anyagilag is támogatjuk Ukrajnát, befogadjuk az onnan érkező menekülteket, ugyanakkor a magyar emberek közös akarata elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a háborúba való belesodródást. Négyszeresére növelte a kormány az aszálykárok csökkentésére szánt kárenyhítési alapforrásait. A gazdáknak nagy szüksége van a segítségre annak érdekében, hogy rendben és időben elinduljanak a tavaszi munkák. Teljesen megégett a kukorica az előző esztendőben az ország nagy részében. Az aszálya termés több mint felét elpusztította. A gazdák elmondása alapján a búzatermés is a megszokottnál rosszabb lett. A korábbi országos termés átlag 7-8 tonnáról a harmadára csökkent. A kormány a helyzet enyhítése érdekében több intézkedést is hozott az agráriumból élők megsegítéséért, amelyet korábban Nagy István agrárminiszter jelentett be. Szintén döntöttünk arról, hogy a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítunk. Emellett a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adunk. A szaktárca szerdai közleményében közölte, a kormány négyszeresére növelte az aszálykárok csökkentésére szánt kárenyhítési alap forrásait, amelyre hatalmas szükségük van a gazdáknak. Olyan károkat okozott nekünk ez az aszály tavaly, hogy teljesen kimerült a kasszánk. Ezt már Bozó József, a NAK Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnöke mondta stábunknak. Véleménye szerint, amennyiben az időjárás is engedi, nagyon szép kalászos termés lehet az idei évben. A szakember kiemelte, a támogatás nélkülözhetetlen a hazai gazdák számára azért, hogy a tavaszi munkákat időben elkezdjék és megalapozzák a gabona megfelelő minőségét, illetve mennyiségét. Kellene, hogy ez a szép búza, szép árpa, repce megfelelő tápanyagot, műtrágyát, növényvédelmet megkapjon, hogy visszaálljon az a normális rend, hogy gazdálkodhatni tudhassunk. Az Agrárminisztérium arról is tájékoztatott, hogy március 31-éig több mint 22 ezer termelő részesül összesen 51 milliárd forint mezőgazdasági kárenyhítő juttatásban. Közösségi szabadidőparkot alakítanak ki a Hosszú tónál, valamint felújítják a Kossuth teret Mezőberényben. Az önkormányzat sikerrel pályázott az élhető települések elnevezésű kiírásra, és 340 millió forintból hajthatja végre a beruházásokat. A projekt egyik célja az, hogy rendezzék a Hosszú tó környékét, ahol egy közösségi szabadidőpark kap majd helyet. A város polgármestere kiemelte, olyan helyet szeretnének létrehozni, amely a településen élők nyugalmát, pihenését és kikapcsolódását is szolgálja. Nagyon régóta tervezzük, álmodjuk, hogy a Hosszútó környékét rendbe tesszük. Korábban még 2009-2010 környékén egyszer ez a tó kotlásra került,
egy új medret építettek, alakítottak ki neki, viszont a környezete nem lett olyan szinten rendbetéve, amilyen szinten szeretnék a mezőbenék is. A pályázat részeként a kivitelezők felújítják az utat, a parkolót és a járdát a Kossuth Lajos téren, így a közlekedés is biztonságosabbá válhat a jövőben. A tér megújult arculattal várja majd az arra járókat, a tervek között szerepel a zöld terület rendezése, és ehhez kapcsolódóan egy öntözőrendszer kiépítése is. A projekt várhatóan 2024. januárjában ér véget. Március 27-én hétfőn újra kinyitnak a közművelődési intézmények Békéscsabán, amelyeket december óta az energiaválság miatt tartott zárva az önkormányzat. Szerdán az intézmények vezetői számoltak be az elkövetkező hónapok terveiről. A város kultúráért felelős alpolgármestere elmondta, 2022. november 4-én a közgyűlés elrendelte Békéscsaba 5 kulturális intézményének átmeneti szüneteltetését december végétől, annak érdekében, hogy a város csökkentse a magas energiaárak miatti kiadásait. Nagyon komoly megtakarításokat tettek ezzel az intézmények, a villamosenergia és a földgáz felhasználás kapcsán is. Százalékos arányban 30-50% közötti csökkenések voltak január-február hónapban. Nyilván az időjárás is kedvezett, de tényleg egy folyamatos, konzekvens és fegyelmezett betartását láttuk, tapasztaltuk az elvárást soknak, azoknak a szabályoknak, ami csökkentette az energiafelhasználást. A Békés megyei könyvtár március végén nyugdíjba vonuló igazgatója elmondta, a bezárás ellenére a könyvkölcsönzés folyamatos maradt, de nagyobb eseményeket nem tarthattak. Nem csak a hagyományos kölcsönzés az, amit mi preferálunk, hanem szeretnénk a programjainkkal is valamilyen módon még közelebb kerülni az olvasókhoz. Tapasztaljuk egyébként, hogy szívesen beszélgetnek a kollégákkal, szívesen mondják el nem csak az olvasmány élményeiket, hanem mást is. A könyvtár programjait Juhász Zoltán ismertette, aki április 1-től veszi át az intézmény irányítását. Ez egy nem tréfa, te a délután a könyvtárban, ez is utal arra, hogy ez egy különleges esemény lesz a Békés megyei könyvtár folyirat olvasójában. A kollégáim már az év elején kitalálták, hogy a nyitás alkalmával, ugye akkor még az április 1 volt megjelölve nyitási napnak, egy különleges eseménnyel, kötetlen beszélgetéssel és teázási lehetőséggel csábítsuk be a régi, illetve az új olvasóinkat a könyvtárba. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója kiemelte, hasznosan töltötték az elmúlt hónapokat, hiszen maguk végezték el a belső felújítási munkálatokat, amivel jelentősen spóroltak. Szente Béla elmondta, a Charlie 75 koncert lesz az első nagy rendezvényük március 30-án. Április 3-án jön el az az esemény, amit mi január 22-ére terveztünk, de a bezárás miatt nem tudtuk megtenni a 10 éves gálánk, ami egyben a tavaszi fesztivál nyitó ünnepélye lesz. Itt olyan vendégeket szerettünk volna hívni, akik rendszeres fellépői az intézménynek, és nagy örömünkre szolgál, hogy Miklósa Erika és az ismerős arcok elvállalta ezt. A Békéscsabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, eredetileg szerettek volna mindent bepótolni az elmúlt 3 hónap előadásböjtjéből, azonban ez fizikailag lehetetlen a kevés próbaidő miatt. Seregi Zoltán hozzátette, a jelenlegi évadot június 10-én zárják, majd szeptember közepén egy Agatha Christie krimivel indítanak. Folyamatosan telefonálnak, ugye mindig elmondjuk, hogy mikor nyitunk, de azért nem mindenkihez jut el természetesen, és majdnem minden nap jönnek telefonok, hogy mi lesz, mikor nyitunk, mikor vehetünk jegyet, mi lesz, mit fognak játszani, tehát folyamatos érdeklődés van a színház iránt. A Napsugár Báb Színház igazgatója elmondta, már február 1-je óta játszhatnak annak érdekében, hogy az óvodások és az iskolások még ebben a tanévben látogathassák az előadásokat. Lenkefi Zoltán ezután kitért arra, hogy májusban költözhetnek új otthonukba.
Május 26-án egy protokoll megnyitóval indítunk, ahol nyilván a befektetésnek azokat a prominens személyiségeit fogjuk meghívni, és azokat a kulturális intézményeket, akik velünk együtt dolgoztak. És 27-28-29-én gyereknapon pedig egy ilyen háromnapos fesztivált szervezünk, ami gyakorlatilag már a Színházi Olimpiának az egyik előadás sorozata. A Munkácsi Mihály Múzeum igazgató helyettese elmondta, a bezárás alatt elvégezték azokat a szakmai háttérmunkákat, amelyekre máskor kevesebb idő jut. Másrészt frissítették az állandó kiállításaikat. A nyitásra meglepetéssel készültünk a látogatóknak. Három új időszaki kiállítás készült el ebben az időszakban. Ezek egyike a Tranoszius kiállítás, Égi csillag tiszta fénye címmel. A másik kiállítás, a 48-as kiállítás, amely Pesttől Aradig, az Eufóriától a Letargiáig címet viseli, és a harmadik pedig a Munkácsi fürdőzik, érdekes című időszaki kiállításunk. Az önkormányzat az elkövetkező hónapokban is takarékoskodik azzal a céllal, hogy ősszel ne kelljen ismét a tavalyhoz hasonló megszorító intézkedéseket tenni. Első helyezést ért el a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikumának két fotográfia szakos diákja az 56. országos középiskolai fotókiállításon Pécsett. Az intézmény a rangos versenyen a legeredményesebb iskola díját is elnyerte. Éppen a modellfotózást gyakorolják a Szent Györgyi Albert Technikum végzős fotográfia szakos tanulói az intézmény alkotóházában kialakított műteremben. Hasonló körülmények között született meg Pap Boglárka fekete-fehér alkotása, mely profi kategóriában első helyezést ért el az 56. országos középiskolai fotókiállításon. Ezt a témát kaptuk, hogy csíkok, és én ezt úgy próbáltam belevonni, hogy projektorra rávetítettük a modellre a világítást, és nekem megfigyelhető a képen, hogy ugye az arcnak egy részlete van kiemelve, ez a szem és a száj. És ez nem véletlen, mivel ezt akartam hangsúlyozni jobban a képen. Nagy Kristóf 13. osztályos tanuló fotója a kreatív portré kategóriában vitte el a győztesnek járó díjat. Érdekesség, hogy a modell Budapestről érkezett el hozzánk egyik osztálytársunknak köszönhetően, és a kép próbál az egyszerűségre törekedni, a nőiességre valamilyen szinten megjeleníteni, illetve ezekkel az árnyékos részekkel ilyen sejtelmes hatást próbáltam kelteni, illetve a háttérválasztással is. A diákokat Imre György készítette fel a megmérettetésre. A fotográfus oktató elmondta, hogy közel 800 alkotás érkezett a pályázatra az ország egész területéről. Ebből a legjobb 100 képet állították ki a tárlaton. Mivel a kiállításon szereplő fotók mintegy 30%-a a szegyás diákok alkotásaiból áll, így a legeredményesebb iskolaként az intézmény a Halász Rezső vándorserleget is elnyerte. Ez egy nagyon szép eredmény. Már a tavalyi évben is elhoztuk ezt a vándorserleget gyakorlatilag, és tavaly is volt egy első díjunk, mellette ott még volt egy második és harmadik díj, de azt gondolom, hogy az, hogy most mindenből elsők lehettünk, az egyértelműen egy jó üzenet annak, aki esetleg a fotográfia oktatásba gondolkozik, vagy pontosabban szeretne ezt tanulni, hogy hova kell jönni. Imre György hozzátette, a részvétel a nagy múltra visszatekintő megmérettetésen már presztízsnek számít a diákok körében, így bíznak abban, hogy a jövőben is sikeresen szerepelnek majd a versenyen. Magyarország és Lengyelország közötti baráti kapcsolatot kifejező emléknapot 2006 óta ünnepeljük. A lencsési közösségi házban immár 20 évre nyúlik vissza a két ország kapcsolatát erősítő kulturális jellegű programok szervezése. Az esemény zenei aláfestését Galambos Hajnalka adta meg, aki lengyel nyelven énekelt, a jelenlévők emellett klasszikus zenei és irodalmi műsort hallgathattak meg. 20 éves múltra tekint vissza, akkor jelentkezett nálunk először Margitka, hogy esetleg néhány programot idehozhatna a Lencsés Közösségi Házba, és milyen feltételekkel, és mondtam neki, hogy nagyon szívesen fogadunk, semmiféle feltétel nem volt, amiben... A két nemzetet csaknem 1000 éves kapcsolat fűzi össze.
A magyar-lengyel barátság olyan értéke Európának, amelyet őrizni kell, hangzott el a rendezvényen. Ma ünnepelünk magyar-lengyel barátság napja, amely 2007-ben mindkét országnak parlament határozat hozta, hogy ezen a napon, március 23-án pontosan fogunk ünnepelni mindkét országban magyar-lengyel barátság napját. Az immár hagyománnyá vált ünnepség a Békéscsabai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesületnek köszönhetően jött létre. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!